Az ünnepek alatt ország szerte 134 ezeren fordultak orvoshoz akut léguti fertőzés tüneteivel, közülük pedig közel 13 ezer embernél influenza-szerű megbetegedés diagnosztizáltak. A legnagyobb arányban a 15 és 34 év közöttiek az érintettek, a fiatalabb gyerekek közül pedig az 5 évesnél kisebbek a legveszélyeztetettebbek. A legtöbb influenza-szerű megbetegedést Győrmoson, Sopron, Komárom, Esztergom és Nógrádvár vármegyéből jelentették, fejérben egyelőre kevesebb megbetegedés. Regisztráltak. Igaz, itt is egyre többen fordulnak orvoshoz lázzal és légúti tünetekkel, mondja a házi orvos. Az influenza vírus fertőzötteket ebből a csoportból ki tudnánk venni, ha időben mindenki kapna a védőoltást, és szeretnék ezzel kapcsolatban egy tévhitet eloszlatni, azt hiszik az emberek, sokan azt mondják nekem, hogy azért nem kérik a védőoltást, mert hogy az legyengíti az immunrendszert, és hogy hagyd dolgozzon a saját immunrendszerünk. Ez egyáltalán nem így van előkészíti, munkára serkenti, felkészíti az immunrendszert arra, hogy a, az érkező influenzavírus nagyon hamar, nagyon gyorsan, szinte tünetek nélkül vagy nagyon enyhe tünetekkel legyőzzük. Ha az influenza bekerül egy közösségbe, ott terjedni is fog. Erre figyelmeztet a népegészségügyi szolgálat is. Ezért nagyon fontos, hogy a kockázati csoportba tartozók körében minél magasabb legyen az átoltottság. A védőoltás felvételére még most sincs késő. Egyrészt nem vagyunk későn, vannak már influenzás esetek, de azok szorványosak, a nagy járvány, ami nagyon gyorsan terjed, az még nem indult el, azt nem tapasztaljuk. Másrészt, ha valaki éppen már fertőzött influenzavírusa is, akkor ráoltunk, semmi bajt nem okoz. Az oltás felvétele már csak azért is ajánlott, mert a vírusnak kifejezetten kedvez az enyhetél is. Így még azoknak is érdemes az oltást felvenni, akik nem tartoznak a kockázati csoportba, és nem jogosultak a térítésmentes oltásra.